Valentin napra fogunk gyertyát díszíteni hőlékfúvással. Nekem ez a módszer jött be eddig a legjobban, úgyhogy ezért ezzel fogom csinálni. Kétfajta szalvétát találtam a maradékok között, amit szeretnék megcsinálni. Ehhez le kell vágnunk a... Most ketté kell vágni a szalvétát. És ugye ebből is csak a felső réteg fog kelleni. Nagyjából egy ideig. Tehát itt megint elvágom. Félretesszük, mert ez a díszítő szegély, ez meg sem jól jöhet. Ugye mindig be kell nézni, hogy jön ki abban a minta. Akkor egy ecsetvíz segítségével mindig szétválasztom ezt a mintát. És akkor így lesz meg a mintánk. És ezt a maradék kis részt majd kifessük. De ehhez szükség van egy csíkpapírra. Meg is szilikonos sütőpapírra. Ezzel fogom lefogatni a szalvétánkat, hogy nehogy elcsúszom. Miközben ráolvasztom.
Igazából kész is van. Itt még ki kell pótolnom majd egy kis festékkel. Jöhet a következő. Ugye a vasalóval is egész jól megy ez a fajta olvasztás. És hát ugye csendesebb jóval, mint ez. Annyiból jó. Még mindig nézzük össze a mintánkat. És így leveszük a felső réteget. Az is kellett volna.
teljesen ezt a felejtelem oda fogadni. Jól átnézzük, hol nem jó esetleg, mondjuk itt. Itt is van egy kis hol. Na most, ugye hivatalosan úgy kell csinálni, hogy a szalvétának csak a felső rétegét használjuk fel, mint ennél a verziónál. És látszik, hogy gyorsabban olvad rá. És nagyon szép lett. Itt beleolvasztottam a teljes szalvétát, nem csak a felső réteget, hanem mind a hármat. Látszik, hogy így is vág lehet csinálni. Teljesen bele is olvad a szalvétánk. Csak nehezebb átolvasztani mind a három réteget. Sokkal tovább tart. Érezni fogásra is, hogy olyan másabb kicsit. Meg erősebb a mintája. De igazából mind a két verzió megfelel. Az biztos, hogy így könnyebb, hogyha csak a felső réteget rakjuk, nem mind a hármat. Akkor sokkal könnyebb vele dolgozni. De jó úgyis, hogyha mind a hármat rárakjuk. Akkor erősebb, úgymond burkot kap. Arra figyeljünk, hogy a szélek mindig rendesen beleolvadjanak. És akkor nincs más dolgunk, mindenhez hasonló festékkel kifesteni itt ezt a részt. És kicsit feldíszíteni Valentin napos gyertyáinkat. Van kétfajta színem, egy ilyen teljes kávé, és van egy ilyen vajszín. Hát igazából nem tudom, melyik hasonlít jobban, talán a teljes kávé. Úgyhogy ezzel fogom itt ezt a kis részt kitölteni. Egy kis szívet segítségével.
egy főpiszkálnak a segítségével tudunk felvérni a puszfestéket. Tehát így néz ki a gyertyánk. És akkor még tovább lehet díszíteni esetleg. Mondjuk gyöngytollal, vagy gyertyadíszítőtollal. Ugye gyöngytollal gyöngyöket tudunk el rajzolni. Tehát elkészült a két gyertyánk, ugye ez 3 rétegű szalvétával készült, azzal azt olvasztottam bele, ez pedig csak a szalvéta felső rétege. Mindkettővel meg lehet csinálni, arra kell figyelni, hogy sokkal könnyebb dolgozni, ha csak egy réteget rakunk el. És az is a hivatalos módszer. Tehát elkészült a két gyertyánk Valentin napra, az egyik egy kicsit komolyabb, a másik ilyen gyerekesebb, vidámabb. Ezt inkább fiataloknak ajánlom, ez pedig idősebbeknek. Természetesen ezt is lehet adni, ugyanúgy anyák napjára is, akár, vagy nőnapra, vagy épp születésnapra, vagy csak úgy évfordulóra. Köszönöm, hogy velem voltatok, ha tetszett, amit csináltam, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!